Maléval kezdünk, tehát vendégem Volner János, a Jobbik frakció vezető helyettese. Jó estét kívánok! Kezdjük csak a mi estét. Mert hogy ön szerint nagy koalíciós alkusz született a Malév bedöntéséről és a Nemzeti Légitársaság nyereséges járatainak a kiszervezéséről. Még mielőtt megkérdezem, hogy ezt mire alapozza, annyit elmondanék azért a nézőknek, hogy természetesen szerettük volna behívni a stúdióba ide Varga Jenőt, a Malév felszámoló biztosát is, de megkeresésünkre ez idáig nem reagál, de természetesen kíváncsi vagyunk az ő álláspontjára is, a későbbiekben is. No, szóval mire alapozza ezeket az állításait? Hát egyrészt arra, hogy látjuk, mik a tények, másrészt pedig arra, hogy konkrét információt kaptunk külföldről, megkerestek minket azzal, hogy a kormány gyakorlatilag a Wizz Air ügynökeként jár el, és akkor, amikor egy külföldi légitársaságot igyekeznek a magyar piacon elhelyezni, akkor viszont szívességként azt kéri, hogy a Wizz Airt abban az adott országban hozza helyzetbe az adott kormány. Tehát gyakorlatilag nincs egyébről szó, mint hogy felajánlanak egy cserealkut, és láthatóan a Wizz Air az, amit a kormány helyzetbe kíván hozni a Malévval szemben, ezért nincs új légitársaság jelenleg. Mi ez a megbízható forrás, ez a külföldi első kézből származó forrás? Rövidesen ezzel kapcsolatban már konkrét részletekkel fogunk tudni szolgálni, most még nem szeretném. De egy másik légitársaságról van szó, akik esetleg fájlalják ezt, hogy... Hivatalos helyről származó információnk van, ami így el, hogy megbízható, és rövidesen elő is fogunk vele állni. Bizonyítékaik is vannak? Igen. Tehát egyértelmű írásos bizonyítékok, vagy nyilatkozni fog. Ezt most hadd ne részletezzem. Miért fontos az ön szerint, hogy egyáltalán legyen nemzeti légitársaságunk? Hát először is azt kell látnunk, hogy itt mindenki a Malévnak a veszteségét emlegeti. A Malévról készített egy fehér könyv néven napvilágot látott összefoglalót a kormány, ebben világosan le volt írva az, hogy 70 milliárd forintos költségvetési bevételt termel a Malév, például azzal, hogy jövedékkiadót fizetnek az üzemanyag után, sok-sok dolgozót foglalkoztatnak, 2800 saját embert, 500 egyéb vállalkozást tart el, és ez a költségvetési bevétel, ez 70 milliárd forint, ehhez képest volt hosszú évek hűtlen kezelése és hosszú évek veszteséges gazdálkodása után a tavalyi vesztesége a Malévnak 24 milliárd forint. Tehát így is közel 50 milliárd forint plusz termelt a magyar állam számára ez a nemzeti légitársaság. Tehát alapvetően de az is tény, hogy évek óta elképesztő mennyiségű pénzt kellett belepompálni. Igen? Magába. Azt rendben van, hogy ugye közvetetten és járulékos módon rengeteg bevétele származott az államkasszának a Malévból, de magába a cégbe milliárdokat kellett pompálni. Így van, és gyakorlatilag több mint kétszer annyit, vagy nagyjából kétszer annyit meg is termelt a magyar állam számára, még a vesztesége kompenzálásán felül. Tehát egészében véve, igenis pénzügyileg ez egy jövedelmező vállalkozás. De azt is tudjuk, hogy a végső pont az íre az volt, hogy a bizottság úgy döntött, hogy ezeket az állami támogatásokat vissza kellett volna fizetni. Hogyan, miből? Így van, a bizottság így döntött, és ez egy újabb példája annak, hogy miért nem jó Magyarországnak, miért nem jár előnyökkel az Európai Unió tagjának lenni. Most a nemzeti légitársaságunkat, az Európai Unió csatlakozásunk és egy nagy koalíciós mutyi oltárán áldoztuk föl. Uh-huh. Ön szerint egyébként van még esély annak, hogy legyen nemzeti légitársaságunk? Kérdezem ezt azért is, mert egyébként a szaktárca folyamatosan azt kommunikálja, hogy jelenleg is tárgyalnak lehetséges befektetőkkel, és továbbra is az a céljuk, hogy legyen egy nemzeti légitársaság. Én meg kell, hogy mondjam őszintén, ezt egy porhintésnek tartom. A nemzeti légitársaság nagyon nehéz anyagi helyzetéről hosszú ideje lehet tudni. Én magam tettem egyébként a gazdasági bizottság első ülésén hűtlen kezelés miatt feljelentést, hiszen a Malév privatizációja is úgy zajlott le, ahogy lezajlott, egy viszontgaranciát nyújtottak az orosz partner felé, súlyosan megsértve a tőkevédelmi szabályukat. Nemrég egyébként megkaptam róla a 8 oldalas nyomozás megszüntető határozatot. Itt láthatóan a Malév ügyében senki nem ül, nem is fog ülni, hát kezemben van már a rendőrség nyomozás megszüntető határozata. Van egy politikai vagdalkozás a Fidesz és az MSZP között, amikor szóba kerül a Malév, de alapvetően ebben az ügyben ténylegesen nem történt semmi, és az is látható, hogy alapvetően egy összkoalíciós mutyi van az egész ügy hátterében, hiszen jelenleg Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, a Wizz Air igazgató tanácsában ül, a Malévnál megszerzett tudását, ismereteit most egy magánlégitársaságnál hasznosítja, amit egyébként a Fidesz kormány éppen helyzetbe hoz. Ez lehet, hogy naív kérdés, de elképzelhetetlennek tartja, hogy a Wizz Airből csinálnak úgymond egy nemzeti légitársaságot, akár azáltal, hogy kisebbségi tulajdonrészt szerez benne az állam? Nem gondolom, hogy ez egy naív kérdés. Azt kell látni, hogy
A Malévnak voltak nyereséges és veszteséges járatai, a veszteséges járatok azok gyakorlatilag most elmaradnak, és ez a magyar nemzetgazdaság számára azért okoz kárt, mert megszűnik Magyarország régiós központ lenni, hiszen ide légi híd volt a régió több államából. Ezt egyébként nem csak én állítom, hanem az Economist és számos nemzetközi orgánum szintén megerősíti ezt a véleményt, tehát egészében véve egy nemzeti légitársaságot kellene fönntartani, akkor is, ha egyes járatai nem termelnek nyereséget, azért, mert más módon a nemzetgazdaság számára ez megtérülő befektetést jelent. Azt tudjuk, hogy a vállalat korábbi munkatársaiból alakult egy egyesület, ugye a Magyar Légiközlekedésért Egyesület, amely egy piaci alapon működő nemzeti légitársaságot szeretne létrehozni. Ezt támogathatónak tartják, és látnak esélyt arra, hogy ez egyszer valóban elindul. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy a kormánynál van kizárólag a helyzet megoldásának a kulcsa. Az elmúlt két évben semmit nem tettek azért, hogy egy másik légitársaságot létrehozzanak, ami majd a csődbe jutó Malév helyébe tud lépni. Most sincs erre vonatkozó szándék. Azt látjuk, hogy alapvetően arra irányul az egész, hogy a Wizzert hozzák helyzetbe, és egy magánlégitársasághoz kiszervezzék a Malév nyereséges járatait. Gyakorlatilag ugyanaz zajlik, mint a privatizációkor, ami veszteséges volt, az állam nyakán marad, a nyereséges dolgok egy magáncégbe vándorolnak. Rációvezető helyettes úr, köszönöm szépen. Én is köszönöm.